polgármester úr, kedves hölgyeim, tisztelt uraim, akinek megadatott, hogy Amsterdamban egyszer eljusson, vagy a jövőben, ha el tud valaki utazni, akkor érdemes megnézni az ottani nagy múzeumokban Rembrandtnak a Dél Győrnyárat című képét, festményét. Azért is érdekes, mert Dél Győrnyárat eredeti címe a lövi fegyver kivonulása volt. Olyan fantasztikus a kép, és annyira csodálatos, hogy többszörösen is lenyűgözi az ember, de azt azért érdemes tudni róla, hogy ezt a nevet azért kapta, mert az évszázadok során bepiszkolódott a kép, igazából nem is tudták, hogy milyen alakok, milyen katonák és milyen emberek vannak rajta, azt hitték, hogy ez egy éjszakai őrjárat. Innen kapta a közismert nevét. Sokat gondolkoztam azon, hogy ha valaki egy múzeum igazgatója, ha valaki mondjuk műkincs gyűjtő, és van lehetősége akár képeket, akár bármilyen más műkincset megőrizni a következő generációk számára, a következő évszázadok számára, akkor mekkora a felelősség, és mekkora bizalom kell ahhoz, hogy rábízza egy-egy hatalmas nagy műalkotásnak a restaurálását, rendbe rakását hozzáértő szakembereknek. Hatalmas nagy feladat, a másik oldalról iszonyatos nagy bizalom. És mégis, hogyha azt nézzük, hogy amikor egy közösségben, egy nemzetben bármiféle tragédia következik be, legyen a szűzeset, legyen bármilyen természeti katasztrófa, az embereknek, hála Istennek, nagyon nagy többsége, mondhatnám azt, hogy majdnem mindenki az embereket menti. Menti a kicsinyeket, mentik az öregeket, mentik a sérülteket, betegeket. Majd, hogyha utána még van idő, hogyha utána még van rá alkalom, akkor jönnek azok a földi kincsek, amelyek adott esetben milliókat, százmilliókat, vagy milliárdokat érnek. Sőt, sokszor nem is forintban, hanem adott esetben dollárban vagy euróban. És mégis azt kell mondanom, hogy az ember, hála Istennek, olyan, hogy ugyan ragaszkodik egy-egy ilyen műkincshez. Hatalmas nagy pénzeket is fordítanak, akár magánemberek, múzeumok, államok egy-egy műkincs megőrzésére, rendetételére. De mégis mekkora nagy dolog az is, és ez az igazi emberi, hogy az igazi kincseket, akiket önökre is bíznak, a szülők, hozzátartozók és a családok, azokra fordul igazából a nagy figyelem. Én ezt szeretném önöknek megköszönni, hogy mindazt a bizalmat, amit a szülőktől megkapnak, és ez hatalmas bizalom, fölbecsülhetetlen, nincs anyagi értéke egy-egy gyermeknek, pontosan azért, mert akkora nagyszerű dolog az emberi élet, és ezt a bizalmat önök megszolgálják. Én köszönöm szépen, hogy munkájukkal segítik azokat a családokat, akik sokszor támogatásra, segítségre szorulnak. Támogatásra, segítségre szorulnak, mert fiatalként adott esetben, főleg az első gyermeknél, még a gyermek nevelését nagyon nehezen tudják megoldani, még a gyermek neveléséhez nem értenek. És önök ehhez is támasztatnak. Sokszor az önök segítségével oldódik meg, adott esetben egy-egy családon belül, egy-egy házasságon belül az a probléma, amely feloldhatatlannak látszik. Sokszor az a kisgyermek, akiket önökre rábíznak, ők keresztül gyógyulnak be olyan sebek, amelyek hosszú távon is egyben tarthatják a családot. Hatalmas nagy felelősség, hatalmas nagy bizalom, és én szeretném ezzel a napon önöknek megköszönni. Mindamellett pedig szeretném azt is megköszönni önöknek, hogy az elmúlt 3,5-4 év során sokszor vitatkozva egymással. Sokszor nem biztos, hogy mindenben egyetértek egymás gondolataiban, de mégiscsak egy irányba tudtunk haladni, és ennek eredményeképpen rengeteg olyan közös élményben lehetett részünk, amely én azt gondolom, hogy mindenképp fontos az önök munkája, a családok, a pici gyermekek is, szerintem az egész társadalom szempontjából is. Hiszen fontosak azok a bölcsödék, amelyek nagyon rossz állapotban voltak, és elkezdődtek a felújításai.
fontosak azok a bölcsödék, amelyek újonnan épültek az elmúlt évek során, hogy épülnek most is. És hát természetesen én ígéretet arra tudok tenni, amelyben munkámat munkatársaimmal együtt folytatni fogom, akkor ebben önökkel partner leszek. És partner leszek másban is, ami az önök munkáján segíti. Én ezt szeretném önöknek megköszönni ezen a napon. Köszönöm, hogy itt együtt ünnepelhetünk ebben a gyönyörű városban, és hát, hogyha szabad egy kicsit hasonlattal élni, az egyéb nők is fantasztikusat tettek itt ebben a városban, közel évezreddel ezelőtt. Küzdöttek családjaikért, küzdöttek a férjekért, gyermekekért, küzdöttek egerért és küzdöttek a hazáért. És hogyha mondhatom azt is, az a küzdelem, amit önök tesznek, ez évről évre, évtizedről évtizedre hatalmas nagy vállalás, hatalmas nagy áldozat. Én ehhez gratulálok mindazoknak, akik itt most kitüntetést is kapnak. Szeretném különben köszönni a munkáikat, illetve mindazoknak, akik eljöttek erre a napra, egy kicsi ajándékkal szeretnénk kedveskedni, illetve megajándékozni önöket. Katalin autista, nem farmon, hanem egyik intézményünkben készítettek lekvárokat, hogyha végeznek a rendezvénynek, én kérjük szépen, hogy az egyiek segítségével ezt az ajándékot mindenkinek juttassák el. Pici dolog, kicsi emléktelen, de mégis nem azt mutathatja, hogy a szociális ágazat különböző területe is nem csak hogy összetartoznak, hanem fontos, hogy egymás felé is odafigyeljünk. Köszönöm szépen, hogy megrendezték elnök asszonynak, egyieknek is ezt a rendezvényt. Köszönöm szépen, hogy Eger városa befogadta, és ráadásul ilyen patinás időszakban, amikor 110 éves ez a színház, és befogadta ezt a rendezvényt. Gratulálok, hogy erre vállalkozott polgármester úr és munkatársai, és kérném szépen, hogy következőben is az önökre bízott kincseket, amelyek felbecsülhetetlenek, úgy neveljék, gondozzák, ápolják, hogy az érték az valóban csillogjon utána, és sokkal inkább a családokat, nemzetet erősítse, és önöknek is örömet okozza. Köszönöm szépen, meghallgatva, Isten áldja. Köszönöm szépen, hogy